Bemutatták a Vörös és Barna adalékok az európai diktatúrák könyvtárainak történetéhez című könyvet a Vörös Marti Mihály könyvtár olvasótermében. Zonnevent Péter a könyvtárügy helyzetét és megnyomorítását elemzi a Szovjetunió, a Német Birodalom és a Magyar Népköztársaság tekintetében. A művet, ha végig tekintjük, belepillantunk, akkor láthatjuk, hogy Szovjetunió, Német Birodalom és a Magyar Népköztársaságban a könyvtárakban folyó élet, a könyvtárak politikai szerepvállalásáról szól ez a mű. Zonnevent Péter kiemelte, a totalitárius rendszerekben a nyílt erőszak mellett a propaganda is meghatározó szerepet játszott. A sajtó és a film mellett a könyvtáraknak, az intézmények munkatársainak és a könyvállománynak is komoly szerepük volt a diktatúrák fenntartásában. Magyarországon ezzel nem foglalkoztak még. Én nekem a könyvtár mellett az orosz a másik szakom. Voltam is egyetemista Moszkvában, meg dolgoztam is Moszkvában 3 évig még. Németül jól tudok, sokat jártam német nyelvterületen, egyik bátyám Németországban él, Ausztriában rokonok voltak, és úgy gondoltam, hogy ha én ezt a két nyelvet bírom, és helyismeret van, akkor érdemes ezt a témát megfogni. Az előadáson a szerző hosszasan bemutatta a könyv elkészültének folyamatát, illetve szó esett pályafutásáról is, amely szorosan összefügg a mű elkészültével.